ez a magyar serdülő országos bajnokság volt. Négy úszónkkal látogattunk el Kaposvára. Barnai Nikolett, Bégányi Ábel, Úr Péter és Antal Dávid volt a négy sárkány, aki elindult ezen a versenyen. Először történt most velük meg az, hogy egy évvel idősebbekkel összevonva versenyeztek egy korosztályos bajnokságon. Én úgy gondolom, nagyon jól helytáltak, tehát rengeteg A döntőt és B döntőt is láthattunk, ahol volt nyírbátori úszó, és kiváló időket úsztak, egyéni csúcsokat is tudtak úszni. Maximálisan meg vagyok velük elégedve. Úgy gondolom, hogy ebből, amit ki lehetett hozni, kihoztunk. Nyilván jövőre könnyebb dolgunk lesz, de még van előttünk egy nagyon erős 4 hét, hisz Antal Dávid benne van az EIOF keretben, tehát magyar válogatott, serdülő válogatottként 4 hét múlva Szlovéniában, Mariborba fog rajthozálni, és az ő legerősebb versenyszámában, a 200 méteres pillangóban fog úszni a többi nemzet ellen. Alapból erre a versenynek nem volt semmilyen felkészülésünk, mert ugyebár a fő cél az most az EIOF, a Európai Junior Olimpiai Fesztivál, de ahhoz képest, hogy semmilyen felkészülés nem volt, még így is sikerült egyéni csúcsokat jönnöm. És lett 1 aranyom, 2 ezüstöm és 3 bronzom. Az arany az 200 pillangó lett, ott úgy voltunk az edzővel, hogy csak meg kell nyerni, mert úgymond nem tudtak veszélyeztetni a kiutásomat. A 2 ezüst az 100 pilléből meg 50 pilléből lett, a 3 bronz pedig 50, 100 és 200 hátból. Dávid az egyetlen, aki 200 pillangóból EIOF szintet tudott úszni. Tehát a Magyar Úszó Szövetség állapítja meg a szintet. Ebből van A, B és C szint, és ő jelenleg B szinten rendelkezik. Ez nagyjából azt akarja, hogy az ő ideje nagyjából egy bronzérmet érne, ha képes megúszni. Ez a verseny nagyon sokat jelent számomra, mert ugyebár ez a EIOF 2 évente rendezik meg. Mindig úgy van, hogy van egy idősebb, meg egy fiatalabb korosztály, és egybeértékelik. És én nekem sikerült kijutnom fiatalabbként. Amit még pluszban megtettünk, hogy most már heti 3-szor átjárunk Nyíregyházára délutáni edzésre, hogy tapasztaljam az 50 méteres medencét, és sokkal erősebbek lettek az edzések a felkészülés miatt.